A Kárpát Express mai első állomásán részt veszünk a 15. hagyományok napján, a felvidéki Tornalján. Majd megismerhetnek egy székely íjász világbajnokot, a 11 éves Móri Tamást. Ezután az erdélyi prímás találkozóra utazunk, végül pedig az ártatlanul elhurcolt magyarokra emlékezünk a Szolyvai Emlékparkban. Az egykori Gömör vármegyében a Tornaljai család ősi fészkében, Tornalján járunk. Történelme egészen az Árpád-korig nyúlik vissza, lakói a mai napig többségében magyarok. A város szerencsére sokkal több, mint a dicső múlt őrzője, hiszen Tornalja ma a gömöri magyarság kulturális központja. Erről tanúskodik az immár 15. alkalommal megrendezett Hagyományok napja is, melynek célja a magyar népi kultúra bemutatása. Maga a népi kultúra változataiban élhető, érdekes, és az a célunk, hogy tehát a Kárpát-medencei magyarságnak a különféle regionális jellemzőivel együtt ezt a kultúrát megmutassuk a helyi közönségnek. Kötődünk valahova, tehát nem vagyunk magunkban, hanem vannak még azért magyarok szerte itt a Kárpát-medencében, és érdemes azért egymással foglalkozni. Így teljesen végig kezdtek ettőt, itt nem fogunk, és akkor alapúzzuk ezeken a szalakon. Itt már a legkisebbek ismerkednek a kosárfonás tudományával. A Gömöri Kézművesek Társulása idén is kézműves foglalkozással várja a kicsiket és nagyokat egyaránt. Van, aki gyöngyöt fűz, de a nemezelés is nagy népszerűségnek örvend, a szervezők legnagyobb örömére. Szeretnénk a népi kis mesterségeket továbbadni, és fontos számunkra az, hogy megtanulják a gyerekek ezeket az alaplépéseket, hogy aztán majd ők is továbbadhassák az ő gyerekeiknek. Van én néken jó emberem, vízben a rákkal emberem, vagy hihányunk tettendőre, vékony férnál lett belőle. A közönség itt éppen a szakállas farkas Gömöri Duda zenekar előadását csodálhatja meg, de a gála műsor keretein belül erdélyi táncokkal és katonadalokkal is megismerkedhetett a nagy érdemű. Az idei hagyományok napján hivatásos és kiemelkedő teljesítményt nyújtó amatőr művészek adnak elő, köztük az éppen fellépésre készülő felvidéki Csali gyermeknéptánc együttes is. Mi Somorjáról érkeztünk, és Somorja az Pozsony mellett fekszik, és egy nagyváros tulajdonképpen, és a pozsonyiak kiköltözése révén átalakul kicsit a nemzetiségi összetétele, éppen ezért nagyon fontos az, hogy a magyar gyerekek egy olyan közösségbe járjanak, ahol a kultúrájukkal és a hagyományaikkal ismerkedhetnek. Nincs sok idő a fellépésig, a lányok már rutinosan fonják be egymás haját, kötik fel a kötényeket, és végzik az utolsó simításokat a viseletükön. Többségük már évek óta táncol, a népi kultúra már az életük részévé vált. 4-5 éve néptáncolok, és amit szeretek benne, hogy nagyon közösségformáló, és teljesen ki tudjuk magunkat kapcsolni közben, és felszabadít, és nagyon fontos számomra, főleg mivel a saját kultúránkat űzzük, miközben táncolunk. És elérkezett a pillanat, amikor a csalisok délfelvidéki táncokkal kábráztatják el a publikumot. A magyar népi kultúra ismerete elengedhetetlen eszköz a nemzettudat megőrzéséhez. Nem múzeumban való az, amit itt is látunk itt a hagyományok napján, hanem egy olyan dolog, egy olyan, nem is azt mondom, hogy küldetés, hanem inkább egy tevékenységkör, amit az embernek a saját életében használnia kell. Nem csak azért kell eljárni táncházazni, hogy most az ember tudjon néptáncolni, hanem ezt be tudja építeni a saját életébe, és használni tudja, még hogyha nem is lesz az emberből művész, vagy profi táncos, akkor is el tudja menni egy táncházba, jól tudja magát érezni. Élő néphagyomány. A magyarság megmaradásának egyik kulcsa az elszakított területeken. Amíg vannak, akik őrzik a lángot és továbbadják a felnövekvő nemzedéknek, addig lesz magyar megmaradás itt a felvidéken. Marosvásárhely büszkesége az a 11 éves íjász világbajnok kisfiú, akit hamarosan önök is megismerhetnek.